Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az egyetlen presszó, ami nyitva tarthat este 8 óra után. A mai vendég... a Balkon Fanatik! Szevasztok! Popper Péter, Sipos Péter és Sipos Tamás! Szép estét! Szevasztok! Hello, hello, sziasztok! És mit szóltok, milyen jól keverek? Nagyon jól keverek, szermettem. Keveretni most már egy kis fröccsöt, vagy valamit. Hát figyelj, amit a hallgatóknak mindenképpen el kell mondanunk, hogy azt terveztük, hogy ha már egyszer húsvét hétfő van, akkor egy locsolóbált fogunk mi rendezni. Én amennyire ezt tudom, a locsoló bálokat nem húsvét hétfőn szokták tartani, hanem sokkal inkább pénteken, szombaton vagy vasárnap este. De hát ti lehet, hogy több locsolóbálban voltatok, mint én. Hát kezdjük Popper Petivel, ő eleve vidéki srác. Hát hány locsolóbálban voltál? Én egyébként túl sokban nem voltam, de amikor katona voltam, szintén Győrben, Bolyos Csabékkal, játszottunk a BM-zenekarba, akkor azért néhány ilyen TS locsolóbálon részt vettünk és játszottunk akkor is a színpadon. És emlékszel, hogy húsvéthoz köthetően melyik napon voltak a locsolóbálon? Nem, de ezt az nem általában szombatra tudták, vagy szokták tenni, hogy ki lehessen pihenni keddig, tudod. Nektek mi jut eszetekbe a locsolóbáról? Nem emlékszünk. Biztos voltunk néhány ilyen haknén, de... hát fellépni voltunk-e? Rengeteg ilyen buli volt. Azt tudom, hogy tényleg, ahogy Peti mondja, valószínű hétfőn nem tartják, mert kedden már ugye már munkanap van, és hát általában azért megszokták ezt húzatni rendesen, főleg vidéken. Nem, tudod, szombatot meghúzatod, akkor vasárnap rápénz, és hétfőn van az after. És akkor hát igen, mert hétfőn meg már kell menni locsolni, és igen, a locsolás igen. Az általában az nem csak arról szól, hogy kiadsz némi folyadékot, hanem magadba is veszel. Én majd pálinkával indítottam, a Petiéknél voltam locsolni, úgyhogy majd egy pálinkát meg tudtam inni reggel 9-kor. Itt adod a gyereket. Ne, ő kérte, én csodálkoztam is, hogy reggel ja, hogy nem is locsolni, mert nem pálinkáért ment. Kit érdekel locsolni? Talán a hallgatók is emlékeznek rá, hogy nem is olyan régen, talán egy 3 hete, szintén volt itt a zenekar egy olyan formációban, hogy Popper Péter, Sipos Tomi. Igen. És amikor ti innen hazamentetek, akkor utána néhány napra rá az Abaházi Presszó stábja pozitív tesztet produkált, hogy veletek minden rendben? Én teljesen egészséges voltam. Én is. Voltál? És most? Már kiderül, ha innen elmegyek, remélem jól leszek akkor is. A Sipos Peti azért vonhatja ki magát ebből, mert nem voltál itt, tehát hogy igazán... igen, teljesen... neki van igazolása. De egyébként voltunk a Tomival múlt héten egy ilyen antitesztvizsgálaton, és mind a kettőnknek nagyon jó az eredményünk, úgyhogy egy darabig védve vagyunk. Úgy mondjuk én ezt eddig is tudtuk, hogy a Petinek antiteste van. Hát igen, főleg mióta nem sportolok azóta. De visszatérve egyébként... mesélj! Igazából, ha visszatérünk erre, hogy március 8-án voltunk, én másnap tényleg már rosszul lettem. Igen, nőnap volt. Én másnap már rosszul voltam egyébként, egy kicsikét, és aztán harmadik, negyedik nap elmentem tesztre, és kiderült, hogy pozitív vagyok, úgyhogy akkor lettem igazán rosszul, amikor megláttam, hogy pozitív vagyok, addig nem gondoltam, de amúgy enyhe tünetekkel túlvészeltem. Sipos Peti barátom minden nap hozott nekem kiflit, vajat éppen, amit kértem, úgyhogy nagyon rendes volt. Ezután is köszönöm, és már megérte egy Balkon Fanatikot megcsinálni, mert nem hagyott cserben. Tehát akkor elképzelhető, hogy nem mi adtuk neked, hanem te nekünk. Elképzelhető, igen. Köszönjük. Szerettük volna elmondani. Nagyon hálásak vagyunk. Nem volt nyitva a virágból, tehát ezt tudta. Nőnapra mit kaptunk? Egy pozitív. COVID. Legalább túl vagy rajta, és kisebb tünetekkel megúsztam. Nézzük a jó oldalát. Hát nézzük, szívesen megúsztam volna, mert... jó ez így, hidd el. Igen? Szerintem igen. Most legalább túl vagy rajta. Igen, csak én regisztráltam oltásra, de amennyire tudom, most nem kaphatom meg az oltást. De most nem tudom, meddig. Vagy egy fél évig vagy. Jabi, te még fiatal vagy, mondjuk, mire rád kerül a sor? Miért fiatal? Mire rád kerül a sor holnap? Erőt eszembe, akkor te már be vagy oltva? Nem, mondom, nekem egész jó az antianyagom egyelőre, elég jó, meg a Tominak is, úgyhogy én majd várok, hogy mikor értesítenek. De ahhoz regisztrálni kell, tudod. Be vagyok. Ja, az én koromnál fogva. Na, azt terveztük, legalábbis az én fejemben ez volt, aztán remélem, hogy ti is így gondolkodtatok, hogy viszonylag vidám dalokat hoztok ma. Talán a hallgatók emlékeznek arra, hogy egyszer volt a Sipos Peti, Popper Peti felállás, akkor éppen a halottak napján, vagy minden szentek napján ilyen szomorú dalokat adtatok elő, emlékeztünk azokra a kedvenceinkre, közös kedvenceinkre, akik sajnos már nem jöhetnek ide a presszóba élőben, aztán nőnapon, szintén egy jeles napon ugye a Tomi meg a Peti, tehát Popper Péter, Sipos Tomi. Most viszont először vagytok így hárman. A Balkon Fanatik egyébként hány tagú? 2, hát én csak vendég vagyok. Tomi a sztárvendég. Állandó sztárvendég. Ebben az árkategóriában ilyen sztárvendéget tudnak hozni. Értem. Ennyiért csak ez volt. De ugye most nem hoztok semmit. Tehát, hogy mint a múltkor a Covid-ot. Hát, majd meglátjuk. Most inkább vinni szeretnénk. Én hoztam sört. Ja, dumáljuk meg egy hónap múlva, igen. Mielőtt belevágnánk a dalokba, egyáltalán szólaltassuk meg a hangszert, meg a mikrofonokat, nehogy aztán útközben derüljön ki, hogy valami nem stimmel. 1, 2, 3. Csodálatos. Jó, a dalokat viszont mindig ti konferáljátok fel, bár nekem is megvan a sorrend. Jó? Viszont az első dalt, azt már egyből szeretnénk mutatni a Retro Rádió Facebook oldalán is, úgyhogy elindítjuk, bekapcsoljuk a presszóban a kamerákat. Mindjárt meg is vagyunk. Én meg majd megpróbálom megosztani így a Mirigy oldalán. Jó, de arra kérlek, hogy amíg nincs zene, addig a másik mikrofonba beszélj, mert ez olyan, mintha a sírból beszélnél, ha az ének mikrofonba beszélsz. Megpróbálom a Mirigy oldalán is megosztani. Ezt viszont én szeretném leközvetíteni, hogy... Több béna vagyok. Sipos Peti mindeközben, amikor már mennek a kameráink, tehát menj rá a Retro Facebook oldalára, ott van, nagyon jó, és most keresd meg azt az élő közvetítést, amiben benne vagyunk, és talán látod magad, kezdj el lefelé lapozni. És ahogy meglátod magad, hogy ott állsz a mikrofonnal a kezedben, ebben a gyönyörű szép ruhában, amiről egyébként majd külön fogunk beszélni, hogy milyen szépek nem vagytok. Nem annyira le, Peti, itt följebb. A legtetején kezdődések. Először is szerintem lájkold a Retro. Az megvan, egyelőre még nem látom, de nyugodtan kezdjetek bele, én csak a dal végén fogok trombitálni. Jó, közben tehát lényeg az, hogy a Retro Facebook oldalán mindez látható, de most a Sipos Peti megpróbálja mindeközben az Irigy-Mirigy Facebook oldalára is kirakni. Meg a mázláira. Hogy ne járjon le a műsoridő. Igen. Ezért kezdjük el a zenélést, jó? Ezt az első dalt mindjárt húzzuk ki. Jó, tessék, szól a Pálinka dal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Kék lőlegén, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts hát a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Egyszer elindulunk lefelé, mert előttünk a lejtő. Folyékony királynőm, kérlek, légy a búfelejtő. Tölts hát a porramba még egy kortyot, angyalom, ma éjjel mindenemet elmulatom. Álmaim kék lőegén, gyümölcsfáim tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts hát a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Istenek könycseppje gyógyír, bánatra, örömre, én téged fogadlak egyszer, ha gyermekként örökben. Egy kupica reggelire, attól bajod nem lehet, a magyarnak csak ez adhat ikletet. Álmaim kék lőegén, gyümölcsfáim tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts hát a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Hoppá! Ácsi! De nekem így is megérte. Megérte, hát mennyi? Egy életen át várni rád. Halálos ágyamon, az infúziómba ne töltsetek csak pálinkát. Álmaim kék lőegén, gyümölcsfáim tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts hát a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Álmaim kék lőegén, gyümölcsfáim tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts hát a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Balkon Fanatik egy nem hagyományos locsolóbállal. Popper Péter, Sipos Tamás. Talán nem kell külön-külön elmondani egyik emberről sem, hogy mit tett le eddig az asztalra. Hát Peti most... Én a sört. Peti a sört. Hát, hogy megosztottál, most nem kell márka nevet mondani, hogy kaptál húsvétra. Igen. És azt a Facebook oldaladon megosztottad egy posztban, én pedig kommentben odaírtam, hogy hétfőn hozhatnál is. Te ezt így észrevetted, kiszúrtad, ezek szerint te magad kezeled a saját oldaladat. A saját sörömet is. És a saját sörödet is. Ez viszont nem derült ki, hogy tudod egyáltalán kezelni. Tehát, hogy viszonylag sokat szenvedtél azzal, hogy a retro videóját megozd élőben a saját oldalatokon. Nagyon béna vagyok ilyen műszaki téren, és mindig leszúrnak a tesómék is, hogy például az Instára is úgy tettem föl, hogy az alja meg a teteje teljesen lemarad. Én nem tudom felfogni azt, hogy ott állítva kell, és kisebb, meg kocka, de nem is értem, ez az Instagram annyira le van maradva a világtól, miért nem rának ki valami normális? Hát az igazság, hogy Peti még kijár mindig a fülkébe telefonálni. A telefon csak fotózásra használja. Hogy beszéljünk arról, hogy a Popper Petinek még soha nem sikerült megosztani semmit a retro Facebook oldaláról. De most egyébként ez előbb sikerült. Tehát nem mondom. De képzeld. Vonalas telefonról vagy. Ja, de nem, ott valami magic volt, de aztán most megoldódott. Hát itt ez hihetetlen. Ez végre akkor üdvözöljük nagy szeretettel a ti rajongóitakat is, nem csak az én rajongóimat. Mind a hármat. Népszerint. Szevasz Józsikám. Azt mondtátok, hogy ugye a Balkon Fanatik egy kéttagú brigád, ugye Sipos Peti és Popper Peti, viszonylag közel laktok egymáshoz, ezért jöhetett létre tényleg egy balkonon, a teraszon maga a formáció. De hány ilyen közös fellépés volt eddig, amikor tényleg hárman voltatok? Hát jó pár, nem? Azért mert legalább egy, nem tudom, hát sok azért. 5 és 20 laksz? 5 és 20 között, igen, én is közel lakom. Azért... Hát, mi egy utcára lakunk, nem, a Tomival. Ennek praktikai okai vannak, az úti költség miatt van így. És az a jó, hogy visszafelé mindig a Popper vezet, hogy mi hátsó ülésen egész jó hangulatban vagyunk. De kinek a teraszán történik ez, vagy történt ez meg első? Én teraszomon voltam első. És haza kellett vinned őket? Hát nem azért... Ugye az ott egy éve az első karantén harmadik vagy negyedik napján Peti kitalálta, hogy ott a teraszomon csináljunk, akkor még Popperkének hívtuk ezt a produkciót, és az anyukájuk ott lakik abban a házban, ahol én lakom, ez egy társasház. Abaházi, érted? Abaházi. Gyerekek, ez nagyon jó volt. Így csatlakozom én is. Nagyon jó volt, gyerekek. És presszó van ott valahol? Van. A lovas. Lehet nevezni a lovas? Nem a lovas. A döglött. Megpróbálok visszatalálni, szóval, hogy... Csak komolyan, jó? Ott az elkéjen akkor megrendeztük ezt az első bejelentkezést, de még nagy sikere volt. Elég sokan követték is élőben, meg utána, vagy másfél millióan meg is nézték. És aztán talán a Schneider Szilveszter adta nekünk ezt a nevet, egyből odaírta, hogy Balkon Fanatik, és aztán azóta ezen a néven. Hát először csak ezek az elkéj koncertek mentek, és egyre több helyre hívtak bennünket, házi bulikra, rendezvényekre, úgyhogy a tavalyi nyarunk az elég jól sikerült ebből a szempontból. És amikor a Tomi jön, akkor ő jelentkezik, hogy jönne, vagy ti hívjátok? Hát ő jelentkezik. És nem bírok nemet mondani neki. Nem, igazság szerint én az elsőre hivatalos voltam, de én ezt nem tartottam olyan jó ötletnek. Egyébként tényleg azért nem is mentem el. Hát pedig a szóló lemezedőt is játszhattál volna a dalokat. Hát igen, de aminek valahogy nem tudtam, hogy ez jelenlét címe jelent meg januárban, és még kapható a jövőben. Szóval, hogy nem tudtam, hogy ez hogy fog elsülni, egy kicsit én tartottam ettől az egésztől, és amikor láttam, hogy tényleg jó pofa volt, ez az egész meg jól működött. Én nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy fog egy teraszon működni. Ja, akkor itt meséljük el, hogy a következőnél ugye jött a Tomi is, és ő közvetítette ezt a közvetítésről, mesélj egy kicsit. Na hát az volt, hogy mi a Sipos család technikai bravúrjait ott is. Na eddig a Petit egésztük, most jön a Tomi, tessék. Hát fölvettük az egészet, és tulajdonképpen valamilyen nem kapcsoltunk át, és az egész ilyen 90 fokba elfordítva ment le. Nekem mondod, én ott néző voltam. De akkor legalább becsatlakoztam, és majd megőrültem, mert már kitört a nyakam, annyira elfordítottam. Találtuk ki, akik fekve akarták ezt a produkciót. A kényelmesen otthon pihenőket. Én simán a tévén néztem, és azt elfordítottam oldalra. Igen, na, de szóval aztán az sikere lett, és főleg olyan bulikra, ahol általában nagy ismert baráti körökben, azért mind a hármunk gyakorlatilag hasonló a baráti körbe vagyunk, és akkor hívnak mind a hármunkat, aha, és nemrég még sztár vendége Falusi Mariannal is felléptünk, és csodálatos estét bonyolítottunk. Hát meg ha igényesebb műsort akarnak, akkor hívnak engem. Hát ennyi. És én is azért hívlak titeket. Hát igen, igen. Helyes, helyes. Innen szeretném jelezni az összes többi rádióműsornak, itt a Retróban is, meg az összes többi rádióműsorának, hogy a Balkon Fanatik az enyém, és nem adom. Gyorsan szerződjük. Azt gondolom, hogy ez egyetlen műsor, ahol élőben játszanak zenekarok, vagy legalábbis vannak. Én nem nagyon hallottam a többi. Hát, a zenekarnak lehet nevezni. Nem zenekar, de vannak élő produkciók, nem csak mi, hanem magas volt, ugye múlt héten is. Nyilván, persze. Sőt, lesz jövő, nem, ez már ezen a héten lesz. Csütörtökön Dolliék jönnek. Ó, szeretjük őket. És hát az van, hogy eljutottunk arra szintre, hogy már jelentkeznek zenekarok, hogy ők szívesen jönnének zenélni. De mit csináltuk meg a kedvüket? Majd mindig megemlítjük őket. Valószínűleg akkor pünköskor megint gondoltok majd ránk. Csak azt nem tudom, hogy pünkös milyen műsor. Sokkal előbb lesz május 1. Júj, az nagyon jó. Az nagyon jó. Ugyanebben a zakóba jöhet. Azt mondtátok, hogy szeretnétek elénekelni a Numera Királyt. Én nem értem, hogy miért, de legyen. Na, hadd menjen. Ez a következő dal. A franc, de hát az muszáj. Aztán beszélgetünk tovább rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Tessék! Szevasz, figyúsz, nem mi a stájsz, mi van baby, ó, ha tetszem, megkaphatsz este kicsi csíra. Hello, hello, fasz a tetkó, lemosható, ez kap ki, nem is csoda, minden muffestéről éhi, mert én vagyok itten a Numera Király, Numera Király, a Numera Király, húzz el innen, nekem ne dumálj, én vagyok a sztár, bárhogy fájjálj, itt van újra a Numera Király, Numera Király, a Numera Király, húzz egy számot, baby ne dumálj, húzz egy számot, sorba állj. Hello, gyalog, menj már, itt a kulcsa, nagy zene, nem spoiler, ez tuti verda az új Dácsia. Hello, hello, bodybuilding, izompóló, napszemcsi, fogsz nem gagyi, igazi kínai vercsasszín. Én vagyok itten a Numera Király, a Numera Király, a Numera Király, ígyszel innen, nekem ne dumálj, én vagyok a sztár, bárhogy fájjálj, itt van újra a Numera Király, Numera Király, a Numera Király, húzz egy számot, baby ne dumálj, húzz egy számot, sorba állj. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Balkon Fanatik, Popper Péter, Sipos Tamás. Én is tudok olyan dalt mutatni, vagy adni nektek, ami nektek tetszik. Sok minden tetszik, de ez különösen. Az Évele Boldogan, Závodi Gabi és a Csini Baba. Ez kifejezetten tetszik, és az Závodi Gabival mi a legtöbb lemezünket ővele készítettük, mint producer, mint tényleg hangmérnök, és számos koncertünknek is rengeteg ötletadója volt rá, és olyan szerencsém volt, hogy a napokban dolgozhattam nála, és a Maróti Zolinak a szóló lemezére csináltunk egy LGT feldolgozást, és az egyik rész. Ez jó, hogy elmondtad, hogy LGT feldolgozás, mert a Maróti Zoli nem volt hajlandó elárulni. De azt mondta, hogy meglepetés lesz, most olyan meglepetés, oké. Nem LGT lesz, hanem valami hasonló. De hát a Tomi is. És hát itt töltené be, hogy a Jelenlét című lemezen megjelent Sipos Tamás szóló, azt is a Gábor csinálta. Kapható a webshop. Viszont én otthon egész nap ma bográcsoltunk, kicsit el voltunk a kertben, jó idő volt, és csak felkaptam egy farmert meg egy pólót, hát gondoltam, hogy jövök a locsoló bába, a presszóba, érted, de beállok itt a pult mögé, úgyis ti jöttök, minek öltözzek ki. És ehhez képest, hát láthatják a Retro Facebook oldalán, hogy ti nagyon szépen felöltöztetek. Ing, nyakkendő, zakó, és hát Sipos Petinek a gyönyörű szép gumicsizmája. Zöld gumicsizma, ez még a Shy Guys klip forgatásra vettük. Volt egy ilyen medencés jelenet, a medencét úgy kell képzelni, ez egy méteres felfújható gyerekmedence, abba ugráltunk. Számos volt. Igen. Viszont ennek van egy sztoria. De melegítő nadrágot húztál hozzá. Képzeld el, a BM Dunapalotába volt egyszer egy hangszer cégnek egy bemutató este, és minket kértek meg, hogy vegyünk ebben részt, és ilyen nagyon régi slágereket. Az az Irigy-Mirigy? Nem, a zenekar egy részét, akik kicsit úgy szponzorált minket ez a cég, és a Tomi például kordát énekelt, meg ilyen régi számokat énekeltünk. És az volt hasonló volt a stílus, és úgy volt kitalálva, hogy első szám zakó, fehéring, nyakkendő, ital. Első szám végén ivás, nyakkendő meglazít. Második szám... De hogy ez előre ki volt találva? Persze. Hát volt egy kis koreográfia. Volt egy koreográfia, hogy hogy néz ki egy bedzsungoló vendéglátózenekar, és a végén ott álltunk kigombolt ingbe trikóba, hullára bekarmolva, és ment az írótlan buli. De minden számnál. Ugyanis az volt a poén, hogy ugye ez a cég egy hangtechnikai cég volt, és utána ugye azért volt, de csak ilyen régi retro hangszerekkel játszottunk, ilyen amati dob meg a nem tudom, és akkor utána megdörrentették a nagy cuccot, az újdonságot, úgyhogy hogy meglegyen a kontraszt, hát valószínűleg ezért is választottak minket. Hogy... Tehát 3-4-10 körül számíthatok most is a trikóra? Hogy... Hát lehet, hogy már bugyiba el leszünk. Már kezdek izzadni. Egyébként nagyon szép. Én, amikor megláttalak titeket, kivéve Popper Petit, akkor azt gondoltam, hogy ez az Irigy-Mirigy határából való zakók. Figyelj, ez az apámnak volt a kimenő. Ja, elnézést, ne szerettem volna megsérteni senkit. Ez az esküvőre járó. Régen volt egy ilyen, a 80-as évek végén sokan ilyenbe jártak esküvőre azért. Ez volt a kimenő. Igen, jól mondjatom, hogy ezek a színek. Csak egy probléma volt, hogy apámnak 43-as láb volt, nekem 45-ös, úgyhogy a háncs cipőjét nem tudtam elhozni. Tudod, még... melyik az a jugoszláv, ilyen fonott cipő, ilyen barna bőrből, az nagyon kemény. Full szintetikus. Nekem is kicsi volt, pedig nekem a topogós cipő, de a jattos topogós cipő azért az hiányzott. Hát az, de az a másik énem. Tudom, az másik A kategória. Az a mulatós énem, az elegáns énem, az inkább ezt hordja. Közben Popper Peti az akót már levette, nem is emlékszem, az milyen színű piros volt rajta. Nagyon szép piros. Piros. Én ma abba voltam locsolni, abba pirosba egyébként. Aha. Jó, akkor gyorsan elmondom, hát ha valaki nem látta a retro Facebook oldalán, Popper Peti fehéringben, ilyen barna színű, de mintás nyakkendőben és ebben a piros zakóban. A Sipos Peti melegítő nadrág, de az a hagyományos tényleg macinaci, egy zöld gumicsizma, ehhez képest egy narancssárga ing, egy zöld csíkos nyakkendő, és hát meghatározhatatlanul csúnya lila színű. Hússzínű, májva színű. Igen, májva, igen. És nagyon gyűrött zakó. Aminek hát látszik, kicsit széthúzza, akkor látszik, hogy a bélést már elhagyta valahol. Tehát ezért nincs is tartása. Nem a Petinek, magának az akónak. Igen, egy divat bemutató rádióban mindig ütős. Hát el tudják képzelni. Ja, nem, most lehet a Popper úr fényképezni. És akkor most jön Sipos Tomi, aki igen, hát egyébként egy normál nadrágban, normál cipőben érkezett, ehhez képest egy halvány lila ink, piros nyakkendő és lila zakó. Hát figyelj, ennek a lila ez egy öltöny egyébként, csak ja, mondván azért nem vettem fel az alsóját, mert a rádióban gondoltam nem lát. Lábam, de most már az... Én meg itt ízod a gumicsizmában. Tiszta gombás lesz a tér. És van ilyen díszsebkendőd is. Van, hogy ez való nyakkendő is volt valahol, csak elhagytam az évek során, nem tudom. Ja, ezeket most így külön-külön nem fogjuk tudni megmutatni, de azért jelzem a hallgatóknak, hogy lesz még olyan, hogy bekapcsoljuk a kamerákat itt a Presszóban vagy a stúdióban, úgyhogy fogunk még élőben közvetíteni a zenéket, és most megint eljött a pillanat, hogy élőben zenéjetek nekünk. A Jégdupla Viszkivel című Charlie dal következik. Hát ez is egy locsoló bálon elengedhet. Egyre közelebb vagyunk a nyakkendő meglazításhoz, sőt az már talán meg is lazult, úgyhogy jön majd a trikós bemutató is, de ez majd valamikor csak 10 óra magasságában. Tessék, tehát Jégdupla Viszkivel, aztán beszélgetünk tovább a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Tessék! Na gyerünk! Este felé már szűk a szobám, mint a sötét úgy támad rám. Valami erő, csak mennék, de bárhová. Napok óta rossz zene szól, összetörtem a rádiót. Blues a kedvem, de senki se hangolt rám. Én akkor sem hívlak, a dalabokra hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jégdupla viszkivel, két dót is egy helyen. Egy a társaság miattó, igen, egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. A sűrű füst sztárma is jár, az zongoránál egy pomázi sztár, bal kezénél összegyűnik pár pohár. A Csabi beáll a pult mögé, nevet rám, mintha sejtené, de hazaviszem, ha túl leszek rajtad már. Engem. Én akkor sem hívlak, a darabokra hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, a valami ég. Jég dupla viszkivel, két ót is egy helyen. Egy a társaság méltó, igen, egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. Sem hívlak, a darabokra hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jégdobba viszkivel! Elfelejtettem. Egy a társaság miatt, igen, egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. Mint a jég a viszkiben. Mint a jég a viszkiben. Jég dupla viszkivel. Jég dupla viszki. Yeah. Okay. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Balkon Fanatik, Sipos Tomi, Sipos Peti, Popper Péter. Na most mit szólsz, hogy most megfordítottam a sorrendet, érted? Úgy láttam, jól esett neki. Hát igen, köszönöm szépen. Ugye? Viszont csak, hogy a hallgatók értsék és érezzék, hogy nehogy azt gondolják, hogy azért, mert tökéletesen szól, nehogy azt gondolják, hogy playback, a Sipos Peti direkt elrontotta az imént a szöveget. Direkt, jó. Ezt mindig bedobja egyikép. Igen, nagyon ügyes vagy. Még ezt is jól csinálod. Még ezt is elszúrtam. Ja. Ezerszer éneket. Viszont ugye az imént Homonyik Sándor énekelt. Próbáltunk beszélgetni arról, hogy hány Homonyik dalt tudnánk így közösen felsorolni. De aztán eszünkbe jutott az MHV produkció, amelyben nagyon sok slágert írtak így közösen. Ráadásul ti is játszátok, vagy játszatok ebből a produkcióból. Ha jól tudom, akkor ez a Triászból jön, a Triásszal. Igen, próbáltátok megőrizni ezeknek igen, a dolgoknak az emlékét. Igen, bár képzeld el, pont az előbb említett Závodi 50-en Tomival volt az a megtiszteltetés, és hogy mi énekelhettünk az új, akkori estére összeállt MHV mögött, és a Vikidán Homonyik Menyhárt mögött mi voltunk úgymond a táncos nők. A vokalisták. Mondd már, hogy vokalisták, olyan jól esik, még ha nem is volt bekapcsolva a mikrofon. De ezt hogy csináltad? Te nem is tudsz vokálozni. Na nyugé, várjál, akkor ki vagy gyakorolva. Itt jön képbe a Závodi Gábor, aki ezt mindent helyre rakta. Na, de az MHV produkcióból hány dalt dolgoztatok fel a Triásszal annak idején? 2 vagy 3. És a Balkon Fanatik hányat vett át? Egyet. Ha? Azt fogjuk most majd meghallgatni. Reméljük, igen. De ugye a Triászban Kálmán Gyuri az énekes társad. Nagyjából ugyanaz a felállás, csak ott Jankai Béla a billentyűs, te vagy igen, az egyik énekes, Kálmán Gyuri a harmadik énekes. De bocs, Sabi, csak ezek szerint a Balkon Fanatiknak én vagyok a Kálmán Gyuri. Így is lehet mondani. Én arra jövök, Jancsi, hogy a Triász például mit szól ehhez, hogy te ugyanezt csinálod más felállással? Nincs rádiójuk. És Facebookjuk sincs? Nincs Facebookjuk. Nincs szomszédjuk. Nem tudnak erről? Nem tudnak rá. És ha tudnának? Szerintem nagyon irigyek ránk. Ilyen jó csapat, ilyen vidám hanggal nagyon irigyek ránk, hogy otthon kell ülniük. De egyébként csak mondom a Jankai Bélának, hogy a Sipos Peti már bedobta, hogy mi lenne, ha egyszer a Triászt is meghívnánk. Tényleg, hát a Béla is tud zongorázni. Megesett, tavaly még tudott. És még csak hangszert sem kell hozni, mert a presszóban minden van. Ó, nem tudtam. Most a Jankai elkezdett egy ilyen hangverseny zongorán játszani, úgyhogy azt muszáj lenne behozni. Én azt ígértem a hallgatóknak a promóban, egész nap ment a promó, hogy előbb-utóbb eljutunk majd arra a pontra, hogy arról is fogunk beszélgetni, hogy számunkra mit jelent a húsvét, és hogy emlékszünk vissza a gyerekkori húsvétokra, mert én valószínűleg teljesen másképp élem meg a húsvétokat, mint ahogy ma a gyerekeim megélik. De ezt az egészet átteszünk majd a hírek utánra. Most zenélünk egyet, ahogy ígértük, jön az MHV egyik dala, mégpedig az üzenet a távolból. De én át szeretném menni egy picit a szót, mert egy üzenetet szeretnék a távolba küldeni, hogy megengeded. Popper Péter üzen. Ugyanis anyukám jelen pillanatban is kórházban van, Sopronban. Hála Isten jól van, de Covid osztályon van, és mikor mondtam neki, hogy jövünk ide hozzád a presszóba, azt mondta, hogy kisfiam, légy szíves, mondd be a rádióba majd, hogy mennyire hálás vagyok, és mennyire köszönöm az itteni orvosoknak, ápolóknak azt az odaadó munkát, amit ott végeznek, és hogy nagy-nagy kitartást kíván nekik, mert már nagyon fáradnak, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik, és puszilom anyukának. Nekik szól a taps, és nem csak a soproniaknak, hanem az összes egészségügyben dolgozónak Magyarországon. Igen. Azért küzdenek, azért harcolnak, hogy ne legyen annyi fertőzött, illetőleg ha kórházba kerülünk, akkor a körülményeink jobbak legyenek. Na tessék, akkor üzenet a távolból, aztán folytatódik rövidesen a beszélgetés a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Rajta! Bármit én mégis hiszem, a lelkünk egy rejtélyes hely, hisz nem tudjuk, hol van és mit rejtott benn, hogy jut el hozzá a jel. Legyen kérdés vagy válasz, egy igen vagy egy nem, egyszer csak vízhangra lel. Csak sejtem, hogy miért van, ha néha egy dal a lelkemben életre kell. Üzenem a távolból, valaki ma rád gondol. Üzenem a távolból, téged szeretni jó, szeretni. Tudósok ellen, ha érvelni kell, én elbuknék, nincs fegyverem. Hogy fúrni csak is képletek dönthessék el, hogy kell lesz, azt mégsem hiszem. Mert nincs is szebb annál, ha egy fiú s egy lány együtt a mennyekbe száll. Átéltük már és most akárhol járj, lelkem így hozzád talál. Üzenem a távolból, valaki ma rád gondol. Üzenem a távolból, téged szeretni jó, szeretni jó. Oh, nincs is szebb ennél, mi elmondható. Oh, szeretni téged, szeretni jó. Üzenem a távolból, valaki ma rád gondol. Üzenem a távolból, téged szeretni jó, szeretni. Üzenem a távolból, valaki ma rád gondol. Üzenem a távolból, téged szeretni jó, szeretni jó. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Balkon Fanatik, Sipos Peti, Sipos Tomi, Popper Péter. Hello. Szevasztok. Hello. És nem sokára elérkezik az a pillanat, hogy újra bekapcsoljuk a kamerákat, és élőben fogtok zenélni. Amúgy is élőben zenéltek, de ezt most majd lehet látni a Retro Facebook oldalán. Viszont azt is szeretném, hogyha átbeszélnénk, hogy ti hogy emlékeztek gyerekkorotokban a húsvétokra. Amennyire tudom, hogy a Popper Peti vidéken nőtt fel, egy vidéki nagyvárosban, vagy nem tudom, hogy akkor kisvárosnak, nagyvárosnak számított Győr. Közepes. Közepes városnak. Én Szexárdon, ti pestiek vagytok, nem? Igen. Ti harmadik kerületben nőttetek fel. Igen. Hát nem, 11-ben, de igen? Nagyjából igen. Nem, illetve én már igen, de a Peti meg a 12, ugye? Hát ott voltam nagyon kicsi. Nagyanyed utca. Ja, nem testvérek vagytok, azt hittem. De csak én egy éves koromig laktam ott, arra az időre nem nagyon emlékszem. Én azt szoktam mondani, hogy egy helyről fogadtak örökbe minket. Kell egy kisebb, meg egy nagyobb. Mert, és ezt majd Popper Peti meg fogja erősíteni, egy vidéken komoly harc volt, amikor jött a locsolás, tehát a húsvét az általában erről szólt, hogy jöjjön el a locsolási időszak, a hétfő, és akkor körbejártuk a rokonságot, ismerőshöz, ismeretlenhez becsöngettünk, hogy minél több csokit és pénzt össze tudjunk gyűjteni. És amikor szembe találkoztunk ismerősökkel, unokatestvérekkel, bárkikkel az utcán, akkor persze egyből mindenki mondta, hogy figyelj, eddig már 16 forintot sikerült összegyűjtenem, ó, nekem már 17-et is, és azt is kibeszéltük, hogy hova érdemes menni, hol adnak sokat. Így volt, Peti? Hát igen, hasonlóképpen volt, de képzeld el, hogy én sosem voltam nagy locsoló. Hát mondjuk gyerekkoromban azért mentem párszor, pont ilyen okoknál fogva, hogy... És ezt így bevallom, sosem voltam. Mert mesélik róla, igen. Most se az. Jaj, csak a hajamra ne. Cukipofák. Igen, bocsánat. Velük menni. Sejtem. Megjönni. Na szóval, hogy zseppénzgyűjtésről szólt gyakorlatilag. Tehát arra a korszakra emlékszem, hogy ilyenkor tényleg össze lehetett egy kis pénzt gyűjteni, és akkor abból valami játékot, vagy mit tudom, mit lehetett venni. Túl sok emlékem nincs, de egy olyan van, egy húsvét, hogy a tesóm, a nővérem van egyébként, és mentünk ki Győr mellett, egy ilyen kertvárosban laktak a nagyszülők, és elkísért az Ági is engem locsolni, és mentünk locsolni, és valami kutya elszabadult, és rám ugrott, egyébként csak játszani akar, de még pici voltam, és így feldöntött, és így nyalogatta az arcomat, minden, hát halálfélelmem volt egyébként, mert egy közepes testű kutya volt, én meg még egészen kis testű fiúcska voltam, úgyhogy ez egy ilyen fura élmény volt, ilyen vegyes érzelmekkel. És ezt hozzákapcsoltad a locsoláshoz, és soha többet nem mentél el locsolni. Hát valahogy így megsértődtem, ilyen sértődős típus vagyok, felnőttként már nagyon nem mentem. Kutyákat azóta nem locsol. De egyébként... egyértelműen elzárkozik. Már mikor ilyen kamasz voltam, sőt már citromzenekarban játszottam, tehát ilyen 10-20 közötti korban egyszer. Van egy olyan emlékem, hogy elmentünk a haverokkal, és az Adács Miki barátomnak már volt autója, egy Skoda, és kimentünk egy csajt meglocsolni, és ahogy kiszálltunk az autóba, rosszul parkolt a Miki, és az egyik kerék egy árokba állt, és ahogy kiszálltunk az autóhoz, így belefordulta az egyik kerék az árokba, és akkor jártuk körbe a kocsit, hogy mi legyen, hogy fogjuk ezt kimenteni, míg nem az egyik barátomnak eszébe jutott, hogy üljünk föl a kocsinak arra a pontjára, ami legmagasabban van, minél többen, ugye, a fizika? És akkor majd vissza, és így lett, tehát hogy így visszaültünk, és akkor szépen kijött a Skoda. Micsoda szép locsoló emlékek. Ezeket tanulni. És együtt ti nem mentetek locsolni, mint testvérek? Nem mentetek kis öcsit magaddal, na, hát akkor gyere, megmutatom, hogy kell. Fater kézen fogott minket, ugye? És akkor mentünk. Először ott a 6. emeleten, ahol laktunk, ott mindenkit körbe locsoltunk, még a Janka nénit is, pedig azt nagyon utáltuk. Hát, ha dob valami lóvét. A tojásnak nem annyira örültünk, mert otthon is annyi volt, mint a rosszabb, és mindig ránk rohadt. A csokinak meg a pénznek mi is örültünk, az a 10-20 forint, ami összejött egy ilyen alkalommal. Vidékre nem jártunk le mi így locsolkodni. Nem nagyon. Viszont érdekes az, hogy most nekem ugye lányom van, és hogy ez az élmény, ez mennyire fordul meg ilyenkor, hogy most hozzánk jönnek a locsolók, és tök jó, hogy ezt így ilyen másik fordított aspektusból átélni, amikor az én gyerekemhez jönnek, és hogy tudom, hogy izgul, meg minden. És beengeded őket? Hát most csak a család jött, tehát a Petiék jöttek át, úgyhogy... De őket nem. Egy órával ezelőtt azt mondtad, hogy te mentél át hozzájuk egy pálinkára. Én úgy kezdtem, és utána ők visszatámadtak. És te mit ittál? Én nem ittam semmit, képzeld el. Nem kínált meg? Én nem is kértem meg. Hát ez már korai a szituálódva ez az ember. Én hoztam magammal ide egy sört, el vagyok. Gondolom, hogy elmessze, fölveszem a figurát is. Viszont ami még a régire visszatérünk, hogy akkoriban ami menőnek számított kölni, az most újra poén, hogy azokkal fújott be a csajokat, és már menekülnek előle. Ezeket nagyon színos, nem mondom ki a nevét, de szerintem mindenki tudja, hogy 80-as években voltak ezek a spréhek. De lehet, hogy ki lehet mondani, nem? Hogy már nem kell kimondani. Nem. Jó, bespréheltük vele őket, és csak röhögtek. Ilyet még lehet kapni. Hát ez itt volt a polcon, mert nem tudom, 20 éve, és az még mindig működik. megromlott. A minőség állandó. Hát, akkor sem volt már jó szaga. Megint bekapcsoljuk a kamerákat. Jó. A kis pultos lányom Andi segítségével megint közvetítjük, tehát a Retro Rádió Facebook oldalán közben a Peti egyben elkezdte nyomkodni a telefonját. Peti, bízd rám. Átadom majd, igen. Jó, már sikerült a NASA oldalát meghekkelnie. És egy olyan dalt fogunk, vagy fogtok előadni, mondom, fogunk, hát nekem semmi közöm hozzá. Nyugodtan. Viszont egy olyan dal, amit mindenki ismer, amit mindenki szeret, úgyhogy én arra kérem a hallgatókat, hogy otthon is, vagy bárhol vannak, és éppen hallgatják az Abaházi Presszót a Retro Rádióban, énekeljenek velünk, vagy legalább táncoljanak. Ez lehet, hogy a szomszédokat kevésbé zavarja. De kapcsolódtunk már kamerákkal? Megpróbálok most rámenni így a Retro oldalára a Peti telefonjával, és én megoszthatom a Irigy-Mirigy oldalán, ezzel én rendelkezhetek? Ezzel mondom a PIN kódomat is mindjárt. Na figyelj, várjál, ezt most valamit visszaadom. Megosztás. Hajrá, urá! Bejegyzés írása, és akkor te ezt írd meg szépen a rajongóidnak, hogy itt vagy a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, és a kis testvéreddel, illetőleg Popper Péterrel közösen elő fogjátok adni. Most próbálok lassan mondani. Közben. Ja, azt hittem, hogy írod azt, amit diktálok. Csak a második verszaktól vagyok. Ja, jó. Zene nélkül mit érek én itt a Retróban, az Abaházi Presszóban. Tessék! Tető nélkül apró házad, mondd mit ér. A legszebb híd a folyó nélkül, mondd mit ér. Tűzöm meleg nélkül és a lánya wifi nélkül, mondd mit ér. Termés nélkül termőfölded, mondd mit ér. És a kerted a virág nélkül, mondd mit ér. És az éj az álmok nélkül életed, a tettek nélkül, mondd mit ér. És az anya a gyermek nélkül, mondd mit ér. És a szíved az érzés nélkül, mondd mit ér. És a nyár a napfény nélkül, és a föld az ember nélkül, mondd mit ér. És zene nélkül mit érek én. És zene nélkül mit érek én. És zene nélkül mit érek én. Zene nélkül mit érek én. Tető nélkül apró házad, mondd mit ér. A legszebb híd a folyó nélkül, mondd mit ér. És a tűz a meleg nélkül, és a lány a fiú nélkül, mondd mit ér. Termés nélkül termőföldet, mondd mit ér. És a kerted a virág nélkül, mondd mit ér. És az éj az álmok nélkül életed, a tettek nélkül, mondd mit ér. És az anya a gyermek nélkül, mondd mit ér. És a szíved az érzés nélkül, mondd mit ér. És a nyár a napfény nélkül, és a föld az ember nélkül, mondd mit ér. És zene nélkül mit érek én. És zene nélkül mit érek én. És zene nélkül mit érek én. Zene nélkül mit érek én. Ti, mi, ők. És zene nélkül mit érek én. És zene nélkül mit érek én. És zene nélkül mit érek én. Zene nélkül mit érek én. Hát semmi. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Balkon Fanatik, Sipos Peti, Sipos Tomi, Popper Péter, és nem tudom, azt az előző közvetítésben a hallgatók észrevették-e a Facebookon. Peti nagyon ropta, és így emelgette a lábát, csak nem tudom, hogy sikerült-e olyan magasra emelni, hogy tényleg gumicsizmában jöttél. Tehát nem csak mondjuk, hanem hogy valóban gumicsizmában. Elmondom neked, hogy ugye minket mindig visszaküldenek a menjen mindenki visszadolgozni, a zenészeket mindig szapulják, hogy mindig csak sír a szánk. Hát én több évig dolgoztam gumicsizmában, ugye apánknak egy patyolata volt, egy maszek patyolata, és én hosszú évekig minden reggeltől estig én gumicsizmában dolgoztam, egy pucerájba, és nem szégyellem, és örülök neki, hogy igenis végeztem, és bármikor meg tudom csinálni. csinálni ezeket a festő és tisztító munkákat. És ami a lényeg, hogy te most ide úgy érkeztél, hogy nem itt öltöztetek át, így jöttem. Te így indultál el otthonról, és nem is hoztál cserecipőt. Én így akartam menni locsolni is, csak az a baj, hogy most nem akartam a szomszédokat, ki tudja, hogy hogy viszonyul a jelenlegi helyzetbe, hogy, mert egyébként ez volt a terv, hogy az utca végéig, hát mondjuk nem biztos, hogy eljutottunk volna az utca végéig, de az utca közepéig legalább, hogy elmegyünk, mindenkit meglocsolunk. Viszont egy kicsit beszéljünk az aktualitásokról, pont talán ezen a héten láttam a Facebookon, hogy ugye terveztetek egy hatalmas nagy bulit még tavalyra, és aztán az átkerült idén, de lehet, hogy ezt én rosszul emlékszem. De most ez a dátum, ez volt az elsődleges terv, hogy ez június 5 lett volna a Groupamában, de ez a dátum csúszott el most egy évvel, 2022. június 11. Na igen, ennyi. Most ez a igen, csak én arra gondolok, hogy mindig ez jut ilyenkor eszembe, hogy ti mióta készültek erre, hogy már próbáltatok-e? Hát egy éve. Megvannak-e a tervek? Ugyanazok a tervek működnek-e egy évvel később? Hát figyelj, ez a befektetett munka ez nem fog kárba vészni, mert rengeteget haladtunk már, mert olyan készültségű fogba volt a koncert, hogy tulajdonképpen már csak az effektív zenei próbák hiányoztak, úgyhogy valószínűleg a koncert műsor változni fog az egy év alatt, de így a hát igen, mert mi van, hogyha írtak most még 2 lemezt? Kiadtak, érted? Az sikeres lesz? Minden bizonnyal. Minden bizonnyal. A műsor gerincét azért a jól bevált 30 év alatt megszeretett, közönség által megszeretett slágerek fogják alkotni. Ha valami nagyon-nagyon durran idén, akkor persze rárepülünk és megcsináljuk, és esetleg berakjuk a koncertműsorba, de azt gondolom, egy ilyen 30 pluszos jubileumi koncertnek azért az elmúlt év legnagyobb sikereit várja tőlünk a közönség, és hát ez lesz a gerince, és ezekre már megvannak az ötletek, és egy gyönyörű színpadtervek le vannak programozva. Tényleg a finishbe voltunk, amikor úgy döntöttek a szervezők, hogy halasszuk el egy évvel, mert muszáj. Én voltam olyan koncerten, Irigy-Mirigy koncerten a sportcsarnokban, amikor hát a közönség ült. Uh-huh. A Groupamában lehet majd állni, lehet táncolni, lehet csápolni. Lesz álló és ülő is ugyanúgy. Focizni is. És fekvő. És fekvő. Sőt, most már akarunk egy olyan jegyet is, elmondós egy 3000 forintért elmondjuk, milyen volt a koncert. Most egy ilyet, lehet, hogy megnyitunk egy ilyen. Nem rossz. De az ülés az miért volt egyébként? Figyelj, ezt is ki akartuk próbálni. Volt egy ilyen ötletünk, hogy próbáljuk meg egy ülős bulit is. Annál is inkább az volt a rendezési elvünk, hogy alapvetően miénk nem csak egy koncert, hanem mondjuk így egy előadás, vagy egy valamiféle ilyesmi, és hogy lehet, hogy egy ilyen ülős közönség másképp figyel. Ja, hogy a közönség ült, azt hittem, hogy ti. Mi is aztán. Ők utána ültek olyan 3-6 hónapot. Ja. Jó, megint zenélünk egyet, de már most jelzem a kedves hallgatóknak, az Abaházi Presszó közösségének, hogy lesz ma még egy olyan dal, amit közvetítünk a Retro Facebook oldalán, tehát ma még egyszer be fogjuk kapcsolni a kamerákat, akkor majd jobban meg lehet figyelni esetleg Petinek a gumicsizmáját. Most viszont egy oké dal jön. Igen. Tehát ez Popper Péter dala, és ebben nem is fognak szerepelni a többiek? De, nagyon kedvesek, és mindig együtt játsszuk ezt is. Nagyon kedvesek. Geszti Péter szövege egyébként, és az én zeném. És mi a címe? Ócska reggel. Ez jön most a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, aztán rövidesen folytatjuk a beszélgetést. Tessék! Tétovák a fák, ahogy álmuk után ágaikat gyújtják. A hajnal hűvös csókkal köszön rám, kicsi szív dobog bennem, s fellobog halkan egy dal. És száll egy ilyen ócska reggelben, az a jó, hogy itt vagy mellettem. Legyen így mindig, amikor itt vagy, az nekem elég. Egy ilyen ócska reggelben, csak az a jó, hogy itt vagy mellettem. Legyen így mindig, amikor itt vagy, az nekem elég. Álmodj, és én megsúgom neked, szinte szégyellem, hogy ennyire jó veled. Szégyellem, de tény, hogy elvarázsoltál, hiszen az sem izgat már, hogy tél van épp, vagy nyár. Egy ilyen ócska reggelben, csak az a jó, hogy itt vagy mellettem. legyen így mindig. Amikor itt vagy, az nekem elég. Egy ilyen ócska reggelben, csak az a jó, hogy itt vagy mellettem. Legyen így mindig. Amikor itt vagy, az nekem elég. Egy ilyen ócska reggelben. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Balkon Fanatik, Popper Péter, Sipos Tomi, Sipos Peti. Azt írja nekünk Krisztián a Retro Facebook oldalán, a két őrült egy stúdióban. Vajon kire gondol? Itt vagyunk. Te meg az Andi. De akkor öten, igen. Hát akkor elnézést kérünk. Aztán persze valaki válaszol is neki, hogy három. Na és akkor ki a harmadik? Hát én biztos nem. De hogyha hála Istennek még így elkönyvelnek minket, de szeretik, hogy ilyen bolondok, egy kicsit őrültek vagyunk, és könnyen vesszük az életet. És az soha nem volt erre? Soha nem akartál egy kicsit komolyabb oldaladról is megmutatkozni? Mert a Tomi nem, azt tudom. De hát a Tominak is van, például szólónem ez a teljesen más. Mint ja, a jelenlét cím? A jelenlét cím. Nemrég jelent meg is. Rendelhető. Ami egyébként kapható. Igen. Akartok róla valamit? Én nem, szerintem minket így szeretett meg a közönség. Persze nekünk is vannak komolyabb napjaink, komolyabb perceink, de mi jól érezzük magunkat ebbe a... És ez nem egy felvett szerep, hanem ilyenek vagyunk. Hát a Petinek a Triász azért egy komolyabb vonal, tehát ott nem bóckodna. Kicsit komolyabb, de hát a Csabi, te ismersz egy 30-valány éve. Gyors, én fedeztelek fel, ugye annak idén. Gyorsan elmesélem. Szóval te vagy a hibás. Megint elmeséli, de személy. Megint el fogom mesélni az első találkozásunkat. Én szexádi vagyok, és elmentem Pécsre egy pokolgép koncertre, ahol a Sámán zenekar volt az előzenekar, és hát nem tudtam a Petiről tud zenélni, ő fénytechnikus volt. Oh. És a zenekar én nem tudtam. A zenekar állt egy helyben a színpadon, lehajtott fejjel, és nézték a hangszeréket, hogy mit kell játszani, viszont a fénytechnikus szintén a színpadon ült, háttal a zenekarnak, és nyomkodta a gombokat, mint mondjuk egy billentyűt, és olyan sót rendezett, hogy az emberek, tudod, így arrébb mentek egy kicsit, hogy azt lehessen látni. Hát ehhez is értek, na. Így ismerkedtünk meg. Igen, ez így volt. Bárcsak ott maradtál volna a fénypult mögött. Viszont ha már beszéltünk az Irigy-Mirigy aktualitásról, akkor Popper Péter aktualitásairól is beszélgessünk. Mire készülsz most? Készülsz egyáltalán valamire? Hát mindig készülünk valami, hála Istennek, mindig van valami feladat, ami most a legközelebbi ilyen projekt, aminek az a címe, hogy Poppergés, és... Poppergés? Ezt is ezt írta? Nem. Ez kérlek szépen egy olyan projekt lesz, online koncert lesz, ahol az én dalaimról, rólam szól ez az egész történet, de én vendégeket hívtam erre az eseményre. A step zenekar lesz az alapzenekar, játszunk mindenkivel két dal, tehát lesz két step dal. Lesznek hölgyek, akikkel én duetteket énekeltem, különböző szintén saját dalaim, Somorjai B, ugye a Bestiákból, Kertész Erika és Széles Iza, akivel vannak duetteink, ők lesznek a vendégek, és akkor énekelünk egy saját dalt, meg vagy egy feldolgozást, vagy az ő dalát, és a két Sipos nővérek is ott lesznek, ugye? Játszunk Petivel is, Tomival is két-két dalt, úgyhogy erre a felvételre készünk, jövő hétvégén lesznek a próbák, és utána lévő héten fogjuk felvenni, és majd online lehet ezt látni. Értem, tehát hogy ez nem élőben történik meg az online felületen, hanem felveszitek, nem, és azt nagyon szépen felvesszük, ezt szépen. És ez hol történik meg? Valami műfázban, a sportcsarnokban, egy teraszon? Nem, kérlek szépen, van egy nagyon, nem tudom, kimondhatom-e a nevét. Nem kell. Egy kultúrszövőgyár, akik berendezkedtek arra, hogy igen, kultúrszövőgyár, ahol van színpad, hangtechnika, saját technikájuk van, és ők ilyen online tartalmakat is gyártanak, és ők találták ki, hogy szeretnének velem egy ilyet csinálni, és ennek én nagyon örültem meg. És aztán a saját oldaladra kerül fel, gondolom. Hát ez a YouTube-on lesz majd elérhető, nyilván meg fogom osztani minden, még az így oldalán is. Hát ahhoz viszont el kell végezni egy názatlan folyamot, mert ahhoz még a Peti sem ért. Nem, hát. Mi maximum csak kiplakátozni tudjuk ott a környékben. Csirizzel. Kidoboltatjuk. Van egy csomó ismerősünk, közös ismerősünk, akik írnak a Facebook oldalon. Persze vannak olyanok is, akiket mi nem ismerünk, de Bodai Feri megkérdezi, hogy kiszt tudunk-e? Hát persze. Vagy hogy tudtok-e? Szerintem pont erre gondoltam. Na lényeget el is mondtad. Ennyit gondolunk a Kisztől. Nem, de hogy imádjuk a Kiszt. Van még kíváncsen? Én voltam Kisztag. Viszont sokan írják, hogy például Floridából hallgatnak minket. Arizonából is néztem az előbb, igen. De azt az Irigy-Mirigy oldalon. Kiskunhalasod? Igen, igen. Erre tegyél valamit. Teneriféről is. Ez igaz. Teneriféről tényleg. Igen, meglepő. Még. Ja, anyósom. Tényleg meglepő, hogy ilyenkor azért hála Istennek, mivel lehetővé teszi a technika meg a Facebook bejelentkezések, hogy a világ összes pontjáról néha olyan messziről, hogy elképe Pomászról például. Ebből is látszik, hogy mennyire híresek vagytok, látod? Hát ne, hát együtt vagyunk híresek. Minden idők egyik híresebb. Megint zenélünk egyet, ezt most még nem közvetítjük a Retro Facebookra. Nem mondd be a címét, csak úgy utalj rá, mert ez most Jamaikából szerintem sokan fogják szeretni. Jamaikában? Igen, Jamaikában. De hogy fogjuk tudni az elérni, hogy figyelmeztessük a jamaikaiakat, hát, hogy kapcsolódjanak be? Hát hallgatnak minket. Ja, egyértelmű. Mit jó. Hallgassanak? Mi Jamaika? Mit? Ugyanazt az unalmas regit. Kedves drága jamaikaiak, ha felismeritek a dalt, akkor csak ti, tehát senki más, csak aki Jamaikában hallgatja. Balkán Jamatik. Írja meg nekünk a megfejtést, hogy mi a dal címe. Jó? Nem mondjuk el, hogy melyik zenekartól egy feldolgozást fognak hallani a Balkon Fanatik előadásában, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Rajta! Ez a világ már nagyon szűk nekem. Értem a jamaikát. Nem találom benne reggi helyem. Ah. Ez az az út, ami már biztos a napokalba megy. A lezárt agyam kulcsát eldobom, dobom. Alkoholba folytom a bánatom. Ma éjjel nem hat ránk a józanság szava. Na de részegen kivisz majd haza. Hazavisznek és ágyba tesznek. A hideg pálmák közébe temetnek. Az Úrhoz fohászkodnak, értem. Kit sírattok, miért sírattok? Úgy élek, hogy majdnem belehalok. Ma éjjel nem hat ránk a józanság szava. Na de részegen kivisz majd haza. No, vomanok rá. No, locsolóda, no. No, vomanok rá. Minden nő meg lesz locsolva. No, vomanok rá. Kicsit ide, egy kicsit oda, kicsit ide. No, vomanok rá. Emilio! How you do wanna dance? I wanna keep the world, but I'm and I'm bum. How you do wanna dance? I wanna keep the world, but I'm bum. It's a good. No woman will cry. Hello, everybody. No woman will cry. No, the részegen kivisz a haza-vaza. No woman will cry. Ez a lábam is nagyon laza. No woman will cry. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Balkon Fanatik, Popper Péter, Sipos Tamás. Hát yeah. Lassan be kell zárni a presszót, mert hogy 3-4-10 van, de arra még talán van idő, hogy reagáljunk mindarra, amit a hallgatóink, az Abaházi Presszó közössége hozzászólt. Hát nem tudom mindet beolvasni, csak néhányat. Nagyon sokan itt vannak velünk, mindenkinek nagyon szépen köszönjük, akik írtak. Azt írja Zsuzsanna, hogy nagyon jó műsor, gratulálok, de jó, hogy vagytok, legalább kicsit jobb hangulatban vagyunk, sziasztok, írja Teréz. A ma délutános műszakon fénypontja Abaházi Presszó kocsiban hazafelé, imádom, köszönöm szépen. Ja, nem is a mai, hanem minden délutános műszak fénypontja, nagyon szépen köszönöm. Valaki azt írta, még egy korábbi videónkhoz, amikor először kapcsoltuk be a kamerákat, hogy a Tomi inkább tartogassa a hangját a Sing Sing koncertekre. És hogy az milyen kár, hogy nem fordult még elő, hogy mi közösen énekeltünk Sing Sing dalt. De volt már. De közben meg, hát akarom mondani, hogy pont itt is volt, ugye március 8-án nőnapon ezzel zártunk. Igen, aztán emlegettük ugye Závodi Gábort, az ő 50. születésnapján szintén előfordult, hogy ráadásul a két zenekar együtt volt a színpadon. Hányszor volt, mikor Irigy bulin voltál műsorvezető, vagy így éppen van. Találkoztunk, följöttél a Halál a Májra című, vagy az a paródia dalba. Én még doboltam is egyszer a Sing Sing sörkertbe a rock and roll-t. Az almaszózt, emlékszel? Próbáltam elfelejteni. Alapvető sebeket tépsz fel most. Nem vagyok rá büszke. Mi az, amire nem szeretnél emlékezni? Hát ez, de ez hát... volt az egyik. De most már újra emlékezünk. De az van, hogy azt mondtátok, hogy azt kértétek, hogy itt a legvége, ha már egyszer locsolóbálról van szó, akkor legyen egy olyan dal, ami leginkább passzol egy locsolóbálhoz. Mert a locsolvároknak az volt mindig a lényege, hogy a végén olyan szintre kellett eljutni, hogy az ember másnap ne emlékezzen arra, hogy mi történt az előző nap. Hát most Peti hozott magának sört. Neked is. Ja, hoztál nekem is, igen, csak én kocsival vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Viszont egy olyan közös dalt, hát ennek most szépen megágyaztunk, egy olyan közös dalt fogunk elénekelni, amit ugye a Sing Sing jelenlegi énekese, amikor van koncert, akkor énekel. Én a saját buliaimon minden évben 3-szor. Szintén szoktam énekelni, úgyhogy bekapcsoljuk megint a kamerákat, és ez lesz egy ilyen búcsúdalunk itt a nem hagyományos locsolóbál. Nagyon szépen köszönöm egyébként nektek, hogy itt voltatok. Popper Péternek jár a hatalmas nagy taps. Hurrá, hurrá! Sipos Tominak jár a hatalmas nagy taps. Kicsit nagyobbat tegyél meg. Lehet kicsit hosszabban. Még. Hosszabban? Köszönöm, igen. És Sipos Petinek is jár a taps. Köszönöm. Ne hagyjátok abba, soha ne hagyd abba. És hát akkor jöjjön egy olyan... Mennek már a kamerák? Jöjjön most egy olyan dal, ami sikerült beizzítani a Mirigy oldalon is. A Mirigy oldalra megpróbálom én közben rátenni. Ez nagyon kemény, hogy ez a Petinek nem megy. Hát. Megosztás, tessék. Ügyes vagy. Bejegyzés írása. Írd oda, hogy rádió történeti pillanat, jó? Oké, mehet. Na, de az vagy... Rádió történeti pillanat 2. 2. Viszont azért próbálom egy kicsit húzni az időt, mert hogy ebben a verzióban, ahogy ti most ezt el fogjátok játszani, ti már valószínűleg játszottátok, énekeltétek. Fogalma sincs, hogy mi lesz. A Halál a Májra című dalnak volt egy csomó verziója. Volt rock verziója, volt techno verziója, mi még a Sing Singgel csináltunk egy mulatos verziót. Hoppá! És ez most mi volt? Hát Meleg. Nem, beütött a sör. Hogy sikerült megosztani? Vagy... Na az is, igen. Jaj. És nem tudom, hogy ti most milyen verziót hoztok. Hát a locsolóbálba természetesen egy kicsit a mulassunk, dáridozzunk együtt a Balkon Fanatikkal és szarvendégeivel. Viszont akkor előtte, csak az én kedvemért, tudom, hogy nem kívánságműsor, csak én ezt úgy harangoztam be, hogy elképzelhető, hogy egy locsolóbálban ha kérjük, ha nem, ha meghívtuk, ha nem, betoppan. Jattos Tomi. Hát majd várja, még a művész úr még felkészül. Előbb induljunk ennek neki, mehetünk? Na jó, hát akkor legyen a Halál a Májra, ezzel búcsúzunk, de azért azt gyorsan elmondom, hogy rövidesen 11 órakor érkezik majd Vasmaja az éjjeli mesékkel, holnap reggel, mivel már munkanap van, megint bocskorék ébresztenek mindenkit, velem pedig holnap lehet újra találkozni. Most a mutatott közben, Peti közben mutatja a fantasztikus gumicsizmáját, nem tudom, hogy ez most mennyire... tudja olyan magasan elni a bocskor miatt mutatott. Érted, a bocskorát mutatott. Andi, ki lesz holnap? Ja, tudom, a Hajdú Steve lesz a vendégem. Vele nem fogunk közösen zenélni, viszont nagyon jót fogunk beszélgetni. Vele legalább egy jót. Pedig ő tud énekelni, gitározni, csak te nem tudtad. Hát akkor most üzenem a Steve-nek, hogy hozzon gitárt. Okay. Üzenem a távolból. Készen állunk? Igen, Csabikám. Rajta! Kicsit rodázzál. Ma ilyen egy hatalmas buli lesz nálunk, fergeteges, totális ájulás. Itt van a helyed, neked is köztünk, de meghívó nem kell, csak hozz piát. Leszünk egy páran, úgy 153-an, nem hagyhatjuk elveszni az éjszakát. felverjük majd az egész házat, s áthívjuk a szomszédból a nagymamát. A tapétát szedjük le a falról, tépjük le a ruhát az összes csajról. A sarokba dobjuk a rókát, s nyomjuk tovább. Csináljunk egy őrült bulit ma éjjel, állítsuk a falhoz az agysejteket. Csináljunk egy hatalmas balhét ma éjjel, a jelszó ne felejtsd el. Senkinek kiabáltam, mert érdekes. Én hallottam. Nem bajom. Még egy kört a 6 forintosból. Magunkra rántjuk a háztetőt, és nagy duzzogva bevágunk egy-két üveg sört. Pocsolja malacként fetrengünk a földön, megröfögtetünk ma minden nőt. A tapétát leszedjük a farról, letépjük a ruhát az összes csajról. A sarokba dobjuk a rókát, nyomjuk tovább. Csináljunk egy őrült bulit ma éjjel, állítsuk a falhoz az agysejteket. A Petyes már jó hangulatban. Ma éjjel a jelszó, halál a májra. Ezt ne felejtsd. Csináljunk egy őrült bulit ma éjjel. Csináljunk egy hatalmas balét ma éjjel, a jelszó, halál a májra. Ezt ne felejtsd el! És attól kérte Csabikám nagy szeretettel, nagy tisztelettel küldeni minden kedves hölgyvendégünknek, hölgyhallgatónknak, akiket ma nem tudtunk meglocsolni, csak így az éteren keresztül, de higgyék el, hogy nagy nyomású slaggal mentünk volna rájuk, komolyabb szinten. Úgyhogy igényelték a jattos Tomit egy kicsit, hát itt van, hogy a színvonal a végén fölfelé híveljen a műsorban. Köszönjük, hogy itt voltak. Elnézést kérünk. Nekik szól a dal. Megyeget a szekér, ha meglátszik a bankomon, szerényen belátom, ha legjobb vagyok. Már nagyon-nagyon rég az élvonalba tartózkodok, a tévében, meg a rádióban, meg nagyon jó mutatok. Legjobb buli, csinálom én, hiá meg azt megmondom, hogy mennyiért. Itt van az új király. Én? Jelen? A Szabda Csabikával váltsuk egymást, de speciálba se nincs konkurencia. Isten áldják nemzetközi nőket, húsvétkor is kellemes húsvétot kívánok, puszínyük szívén, elnézést utólag. Sziasztok, csapalom! Köszönjük, szevasztok! Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retro slágerei szólnak. Retro.